Soha senki ne közelítse meg a saját életét onnan, hogy nekem ennyire van szükségem, és ezért a világtól ennyi kell. És hanem onnan kell megközelíteni, hogy én ezt és ezt meg tudom adni a világnak, és a világ meg adja vissza nekem azt, ami kell. Adja vissza, az legyen egy ilyen törekvés, abba keménynek kell lenni, abba egyetértek, hogy azt oda kell rakni, el kell mondani, de ne úgy, hogy az legyen az ok, hogy nekem nincs, ott van. Tehát a problémákat onnan kell megközelíteni, ahonnan meg lehet fogni úgy, hogy megoldjuk. A hatékonyság mérésében nagyon fontos az, hogy fölírjuk azt, hogy mikor, mit csinálunk, mennyi idő alatt. Nagyon könnyen eltéved az ember, hogy dolgozik, és nem írja föl, hogy mit csinál, és akkor olyan, mintha elment volna az egész nap, de ha összeszámolja, akkor kiderül, hogy azért nem 8 óra ment el, hanem csak 2. A cégben összeszámoltuk random egy-egy emberre, hogy mit csinál pontosan. És 50 emberből egyetlen egy ember volt, aki 98%-ban a munkájával foglalkozott, ami már egy beteg dolog, mert pisilni nem ment ki, maximum egyszer. De mindenki más, a legszorgalmasabbak is 65%-ot töltöttek el munkával a 8 órából. De mindenki meg volt győződve arról, hogy 10 órát dolgozik. Minden munkáltatónak ez a kérdése, hogy ki mit tud vállalni. És hogyha olyat tud adni, és úgy tudja lerakni az asztalra, akkor nyilván ezt szívesen kifizeti, és akkor ezt tudja csinálni. De senki sem tud gondolkozni a másik fejével, és kitalálni neki, mert azt nem fogja megcsinálni. Mi az, amit el tudsz végezni, és mi az, amit oda tudsz adni nekem? És én meg odaadom az ellentételezését, mert ugyanígy fog veled beszélni bárki más a világon. Ha azt mondod, hogy neked van valami, amit egész életedben azt akartad csinálni, és most is azt akarod csinálni, akkor az én kérdésem az, hogy te miért nem csinálod azt? De most miért nem csinálod azt? Elmondom, hogy kell csinálni ezt az egészet. Oké? Ha megcsinálod úgy, ahogy mondom, akkor erről a szempontból boldog leszel. Ha bármit nem úgy csinálsz, nem fog működni. Ha van valami, ami a szíved vágya, hogy azt csináld, ez soha nem lehet első lépésben a főcsapás. Nem fog működni. Legyen az, amiért a világ éppen akkor aktuálisan neked fizet. Ez a főcsapás. Csempénzd bele a szabadidődbe azt a szeretett vágyott dolgot. Majd növezd azt a szeretett vágyott dolgot a szabadidődben, és amikor kipótol valamit a főcsapásból, akkor egy kis részét a főcsapásnak elhagyhatod. Egy kis részét. És mint egy fertőzés, mint egy betegség, az, amit te szeretsz az életedben, fertőzze meg a főcsapást, és ölje meg. Vegye át a helyét. Üljön át arra a trónra, és keressen annyit, amennyi több, mint előtte a szükséges megoldás volt. De nem ebbe gondolkozol most sem. Abban, hogy valamit szeretnél csinálni, és rögtön azt fogod csinálni, és az megoldja a problémádat. Én ezt értem, de most megint nem beszélünk a főcsapásról. Egyszerűen nekem muszáj, hogy formálódjon a dolog. Tehát, hogy van valami, ami el szeretnék, tehát elképzeltem, és mindig oda jutok, hogy ezt meg kell csinálnom, mert ez egy érdekes munka. De ezt kell szabadidőben csinálni. Nem is dolgozom. Hát szabadidő, hát mi most a szabadidő? Tehát... Mi a nem szabadidő? Ez havonta hány munkaóra? Konkrétan.
Mármint amikor ezzel összesen, igen, nem tudom, aztán a végén. De ha benne van minden, ahogy megálmodom a dolgokat, nem tudom. Hogy minden? Mit kell megálmodni? Mennyi idő havonta? Vagy napi szinten mennyi időt vesz el? Összeszámolom majd. Jó, de most konkrétan, tehát napi 8 órát lefoglal, napi 4-et lefoglal minden nap? Minden nap? Nem minden nap, de van olyan, amikor 6 órát egy nap, a másik nap csak 4-et. És ez havonta hány nap? Fejben a probléma össze van adva, de konkrétan a megoldás nincs összeadva. Miért van az, hogy az emberek fejben összeadják a problémájukat, de nem adják össze, még papíron se fejben sem adják össze, hogy mi a valóság. Rögtön kiderülne, hogy valami nem stimmel. De miért foglalkozzak azzal, hogy... Azért, mert tiszta fejjel tudsz nekiindulni, hogy mire van szükséged, és mit kell azért tenni. Nincs leírva, és csak érzés alapján van meghatározva, hogy te most sokat dolgozol, hát, vagy le sem. Le van írva. De nem az, hogy le van írva, de nem tudod a fej... Ha le van írva, akkor tudjad, de az érzelmeidet meg rögtön ki tudod nyilvánítani. Tehát rögtön bajod van valamitől, vagy rögtön örülni tudsz valaminek, de amikor leírsz valamit, hogy mi a konkrétum, és azt visszatudod, hogy akkor össze tudod hasonlítani, hogy a valóságban mi van, és az érzelmekben mi van, és lehet, hogy nem stimmelnek a dolgok. Nagyon sok embernek nincs problémája, csak egyszerűen nem látja a valóságot, hogy a valójában itt még rengeteg lehetőség lenne. De érzelmileg fogja meg azokat a dolgokat, amiket, hogyha nem érzelmileg fogna meg, hanem konkrétan, akkor nincs akkora baj. Akkor ez orvosolható, de amíg ez nincs megfogva konkrétan, nem orvos. Én se tudom orvosolni. Akkor tudom megoldani a dolgokat, amikor leírom, hogy mikor írom le, hajnali 4-kor, mindegy, hogy mikor írom le, valamikor le kell írni. Ebben ezt nem lehet elspórolni, vagy hogyha fejszámoló művész vagy, oké, de hát ha nem tudod fejből, akkor nem vagy az. Úgy rendezd az életedet, hogy leírod fehéren, feketén, hogy mi van, és szembesülj vele, hogy mi van. És már is lesz megoldás. Már is más tud adni neked megoldást, mert abban ránéz, és azt mondja, ja, én ide be tudok helyezni valamit. Két sírás közé nem tudok behelyezni semmit. A minden, a semmi szavakhoz nem tudok hozzárakni semmit. Ez nem konkrétum, hogy én mindent megcsináltam, és semmit nem kapok. Vagy sokat csináltam, de keveset kapok. Tehát ez nem működik, én oda nem tudok behelyezni semmilyen megoldást. Abba tudok behelyezni valamit, hogy azt mondod, hogy 8, és 10-re van szükség. Oké, az 2. Honnan szerezzük össze a 2-t? Na, azt már be lehet helyezni egy egyenletbe. De minden és a semmi közé semmit nem lehet behelyezni. Értelmetlen, ez a nullával való szorzás. Ha össze akarod rakni az életedet, akkor írd le, hogy mi a helyzet. És akkor konkrétumokról tudunk beszélni. Abszolút konkrétumokról. És akkor én már tudok segíteni. De neked kell jelentkezned. És neked kell csinálnod.